Ezen a területen épül az a hulladéklerakó, amely a Tisza ETT és a Vármegyei Fejlesztési Ügynökség határmenti projektjéből valósulhat meg a magyar kormány támogatásával. A tervek szerint a beruházás 200 ezer család kommunális hulladékkezelését fogja megoldani. Most kerül kialakításra a formája tulajdonképpen a lerakónak, illetve látható, hogy már a töltések is épülnek. Tőlünk jobbra különféle kiszolgáló létesítményeknek a kitűzött pontjai láthatóak, itt lesznek a műhelyek, illetve különféle medencék. Mögöttem pedig a komposztáló térnek a földmunkája zajlik éppen, és a szociális épületnek az alapozási munkái zajlanak jelenleg. Az üzem mintegy 30 ezer tonna hulladékot fog feldolgozni évente, és a beregszászi járás területén lévő településeket fogja kiszolgálni, mondta el Csubirko Volodimir, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke, az ukrajnai Jánosiban tartott projektnyitó rendezvényen. Az eseményen Cseszták Oszkár, a Tisza ETT elnöke úgy fogalmazott, a következő uniós ciklusban is folytatni szeretnék a hasonló beruházások megvalósítását Kárpátalján. A következő évekre is az a tervünk, Szakácsáronnál már megosztottuk, hogy tovább folytatjuk ezt a projektet a Tiszavölgyben, illetve akár Ungvár városában is. Olyan tapasztalataink vannak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ott is egy társulás elnöke vagyok, hulladékos társulás elnöke vagyok, amely tapasztalatokat igyekszünk itt is hasznosítani. Itt van az ügynökségünk vezetője, és állunk elébe, hogy a következő években is, a következő uniós ciklusban is ehhez hasonló projekteket megvalósítsuk Kárpátalján. Nagyon fontos a projekt üzenete, hogy önkormányzati társulás fogja üzemeltetni a elkészülő üzemet, gyárat. Tehát egy önkormányzati tulajdon, nem egy multicég, nem egy multi nagyvállalat fogja innen kivinni a profitot, hanem egy önkormányzati tulajdonú céget is szeretnénk itt létrehozni, amely ezt a hulladékgazdálkodási problémát meg tudja oldani. A rendezvényen elhangzott, az ukrajnai hulladékgazdálkodás korszerűsítése mindkét ország számára fontos, hiszen közös érdek a Tisza szennyezettségének csökkentése. Egész Magyarország tudhatja, hogy milyen nagy probléma itt Kárpátalján a környezetszennyezés. Ennek egyetlen oka van, hogy nincsenek modern hulladékfeldolgozók, nem létesültek ilyenek az elmúlt 30 évben, mióta Ukrajna független, és most a háborús időkben még messzebb került ennek a kilátása, hogy az ukrán államnak legyen ereje ilyesmibe investálni. Ezért született meg az a döntés, hogy közösen Kárpátalja és közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egy ilyen beruházást indít, aminek nyilván van egy magyar és egy ukrajnai lába is. Az ukrajnai lábnak a kiépítése indult most el, tehát Ukrajna ezen nyugati végének itt Kárpátalján az első modern hulladék lerakó és válogató épül meg, aminek köszönhetően a magyar országi folyóknak a szennyezettsége is csökkenni fog. Miután az Európai Uniós támogatás nem bizonyult elegendőnek, a magyar kormány közel 1 milliárd forinttal egészítette ki a projekt megvalósításához szükséges forrásokat, mondta el Szakács Áron. A projektnek az értéke eredetileg 5 millió euró volt, azonban a magyar kormány hathatós támogatásával további 2,5 millió euróval sikerült ezt kiegészíteni, így viszont az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű és legjelentőségteljesebb beruházása valósul meg Kárpátalján. A projekt 2023 év végén zárul, és a várakozások szerint az elkövetkező 25-30 évre képes megoldani a hulladéklerakás kérdését a Beregvidéken.